Sziasztok! Ez a második része a sorozatnak, amiben a 8-bites számítógépekről, meg egyáltalán a számítógépek működéséről szeretnék beszélni. Egy ideig gondolkoztam, hogy melyik számítógép kapcsolását lenne érdemes megmutatni, mint példa. Végül arra jutottam, hogy hát a Nebulo 2-t eleve oktatási célra tervezték, és nagyon jól megmutatja, hogy milyen komponensekre van szükség ahhoz, hogy legyen egy számítógépünk. Ez egy nagyon leegyszerűsített darab, gyakorlatilag a minimális részeket tartalmazza, tehát van benne processzor, memória, RAM, egy nagyon egyszerű kijelző és egy tasztatúra, amint pedig lehet vezérelni az egészet. Mielőtt a mélyebb technikai részekbe belemennék, ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg az első részt, ha még nem tette, ugyanis ez segít majd megérteni azt, amiről most beszélni fogok. Kezdésnek nézzük meg, hogy milyen alapvető alkatrészeket lehet itt találni a PCB-n. Tehát egyrészt itt van egy processzor, ez egy NDK gyártmányú Z80 klón, rögtön alatta az EEPROM, ebben van ugye a szoftver, ami vezérli az egész gépet, van ugye RAM, ez két IC-ből áll, van egy órajelgenerátor, az előző részben ugye szó volt arról, hogy milyen problémákat okoz az aszinkron hálózatokon belül késletetés, és hogy ezt meg lehet oldani szinkron hálózatok felhasználásával, de ehhez ugye kell egy órajel, tehát itt van a karc, aminek a frekvenciát felezve állítjuk elő a CPU órajelét. A kijelző ugye itt gyakorlatilag csak LED-es kijelző, tehát 8 szegmenses sima számokat lehet kiírni, illetve betűket, tehát a hexát ki lehet írni, és ugyanígy a tasztatúra is erre alkalmas, tehát alapvető parancsokat lehet neki beadni, és hexában begépelni a programot, amit akar az ember. Van még egy kis extra, ugyanis kimeneti áramköröket is tartalmaz, ezek a Z80 sorozathoz tartozó periféria vezérlő IC-k, de ezekről most nem lesz szó. Kezdjük az ismerkedést a Z80-nal, tehát azzal a CPU-val, ami az egészet vezérli. A Nebulo 2-esnek a kapcsolási rajza ezt egy külön lapon mutatja be, ami azért jó, mert nagyon jól csoportosította a lábakat. Azt mondom, hogy 4 nagy csoport van. Az első csoport az a tápegység, tehát a tápbemenet föld plusz 5 volt, valamint az órajel. Ezekre ugye szükség van, hogy tudjon működni a processzor, nem vesztegetek rá most több időt. A második csoport az a címbusz. Amikor itt buszról beszélek, az azt jelenti, hogy az azonos funkcióhoz tartozó bitek vagy lábak összessége. Ezeket összefogva egy rajzot nagyon lehet egyszerűsíteni, mert például egy Z80-nak csak egy darab címbuszt rajzolok, ráírom, hogy A0-tól A15-ig, és már is csak egy vezeték van behúzva a rajzon, nem pedig 16. Ugye itt A0-tól A15-ig van, alulról fölfelé. A lábkiosztás ugye nem sorfolytonos, de ha valaki szeretné pontosan látni, hogy hogyan helyezkedik el, az úgyis letölti a katalógust. Mivel 0-tól 15-ig van a számozás, ez ugye azt jelenti, hogy 16 bites a cím, 16 biten pedig 64 kilobájtot lehet megcímezni. A címbusz alatt helyezkedik el az adatbusz, ez ugye már csak 8 bites, tehát D0-tól D7-ig. Ennek a szélessége nem határozza meg azt, hogy hány bites a processzor, mert például egy Intel 8088-as, tehát amit az első XT-ben, PC-ben használtak, az már egy 16 bites processzor volt, de ott is ugye csak 8 bites volt az adatbusz szélessége. A harmadik csoport az ahhoz szükséges, hogy a processzor tudja vezérelni a melléillesztett áramköröket, illetve, hogyha olyan áramkörénk vannak, akkor azok vissza tudjanak szólni magának a processzornak. Ahogy említettem, emellett a processzor mellett EEPROM, illetve statikus RAM van, tehát összvisz 4 lábat kell ahhoz használjunk, hogy ezeket tudjuk illeszteni. Ezek föntről lefelé read, write, memory request, illetve a refresh lenne még, hogyha a dinamikus RAM-ot használnunk, de erre ugye most nincs szükség. Kihagytam pár további lábat, ezek az IO request, ez a periféria illesztéséhez szükséges, tehát a periféria IC-t IO címet szeretnénk címezni, akkor fogjuk ezt használni, illetve az M1, ami azt jelzi, hogy a processzor éppen utasítást tölt be. A rajzon látható, hogy 3 vezérlőláb nincs bekötve, a HALT, a BUS request és a BUS acknowledge, ezek ugye a busz vezérléséhez lennek szükségesek, hogyha egy periféria szeretné használni a buszt mondjuk, akkor tud kérni egy requestet, ezt visszaigazolja a CPU, ebbe sem mennék jobban bele. Ami lényegesebb lehet, hogy tudunk kérni interruptot, ezt az nem maszkolható, illetve a normál interrupttal tehetnénk meg. Ha jól tudom, akkor ezenben az eszközben ezt most nem használjuk ki. Amit viszont ki tudnánk használni, az a wait. A wait-et elárulja a neve, arra használható, hogyha megszólítunk egy eszközt, az nem tud elég gyorsan válaszolni, akkor várakoztatni tudja a CPU-t.
Nem beszéltem még arról, hogy a vezérlőjelek fölött van egy vonal, illetve a bemeneten is van egy kör. Ez ugye azt jelenti, hogy nullában aktív, tehát nem akkor lesz aktív az adott jel, hogyha felmegy egybe, tehát igaz lesz az állapota, hanem akkor lesz aktív, amikor lemegy nullába. Ahogy majd láthatjátok, az EEPROM és a RAM is ilyen jelet vár el, ezért ez nagyon egyszerűsíti az illesztést. De mit is jelent az, hogy illesztés? A processzor, ahogy már mondtam, 16 bites címbusszal rendelkezik, tehát a címezhető 64 kilobájtot valahogy föl kell osztani, ide el kell helyeznünk az EEPROM-ot, illetve a memóriát. Esetleg, hogyha azt szeretnénk, hogy memóriába illesszük be az IO eszközöket, akkor annak is úgy szokás megoldani, hogy memória folytonosan foglalunk le egy területet. Szerencsére a Nebula leírása tartalmazza ezt a memória térképet, hogy láthatjátok alulról fölfelé növekszik a memória. Itt most az alján 0 byte-tól indul el az EEPROM. Egész egyszerűen ezt azért ide helyezték el, mert amikor bekapcsoljuk a gépet, és kap egy resetet az egész hóbelebanc, akkor ő nullától fog elindulni, tehát 0 hexától, és így az EEPROM-ban lévő monitor vezérlő programot fogja betölteni. Az eredeti leírás szerint itt 2 kilobajt van használva, de további 2-vel bővíthető. Nekem a foglalban, ahogy így nézem, egy 4 kilobajtos EEPROM van, de ebből ugye csak 2 tud megcímezni, majd erre mindjárt visszatérek, hogy miért. 1000 hexától fölfelé, tehát a 4 kilobajt plusz 1 byte címen már az 1 kilobajt memória van, tehát nekem csak a 10.00-tól a 13FF-ig tartalmazó címen van memória. Ez ugye mind szép és jó, de kérdezhetitek, hogy honnan a csodából tudja azt, hogy mikor a CPU beszél az EEPROM-hoz vagy memóriához, hogy kivel beszél, mint hogy ő tudja, mert ő kiadja ugye a címet, de az eszközök, tehát az EEPROM és a RAM, honnan tudják, hogy éppen hozzájuk beszél, és nekik kell válaszolniuk. Ahhoz, hogy ezt meg tudja mutatni, nézzük meg, hogy hogyan működik egy EEPROM. Az EEPROM működéshez megint adatlapot töltöttem le. Ahogy láthatjátok, itt van a PIN kiosztása az egésznek. Itt is megtalálható ugye a címbusz, de ugye itt csak A0-tól A10-ig megy el, ugye ez kell a 2 kilobajt megcímzéséhez. Megvan az adatbuszunk, csak itt Q0-nak, nem pedig D-nek hívják, de Q0-tól Q7-ig, tehát a 8 bites adatbuszt azt ugyanúgy meg lehet találni. Megvannak a táplábak, tehát a VCC, VPP, VSS, és van még két extra láb, ez pedig a G és EP, ezek ugye alacsony szinten aktívak. Ezzel a két extra lábbal vezérli a processzor, illetve a processzor és az EEPROM között lévő logikai hálózat, hogy ez az IC az, amit megszólított éppen a proci, illetve, hogy ő beszélhet a buszra. Ugye, hogyha csak összekötnénk egész egyszerűen az adatbuszt, tehát a D0-tól D7-ig, illetve A0-tól A10-ig, az nem lenne elég, ugyanis, ha az A11, A12, A13-at változtatnánk, az EEPROM nem tudná, hogy ő most az alsó 2 kilobajtban vagy a valahol följebb valamelyik másik 2 kilobajtos lapon van, ezért aztán az egészet a G-vel és az EP-vel vezérlik. Az adatlap elég jól leírja, hogy ez a G és az EP láb mit csinál. Az a lényeg, hogy ha az EP láb az magas szinten van, akkor ő elmegy egy standby módba, ez csökkenti a fogyasztását, illetve azt is eléri, hogy a kimeneten az high Z módba megy. Ez azt jelenti, hogy magas impedanciás, ő csöndben marad, gyakorlatilag leválasztja magát az adatbuszról. Az utóbbi igaz a G negátra is, az az eltéréssel, hogy ha az magas szinten van, akkor nem megy el egy standby módba. A legegyszerűbb megoldás, hogyha az ember szépen az EP-t azt lehúzza nullába, és csak a G-vel vezérli az IC-t, de ugye így a leírás szerint 132 milliwatttal többet fogyaszt az eszköz. De nézzük meg az ideális esetet, tehát a leírás szerint hogyan kéne ezt az eszközt vezérelni az idődiagramján. Tehát mi történik? Az történik, hogy a CPU kiadja az A0-tól A15-ig a címet. Ha ebbe a címtartományba esik az EEPROM, ebben az esetben húzzuk le az EP-t nullába, tehát aktiváljuk az eszközt, majd egy idő elteltével aktiváljuk a G-t, ami azt jelenti, hogy ő dolgozhat a buszra, és idővel az adat meg is jelenik a buszon. Hogy mennyi idő szükséges ehhez, azt a felső táblázatból lehet kisilabizálni, de a lényeg az az, hogy nekünk ezt az EP-t és a G-t kell vezérelnünk a CPU egyéb lábai alapján. Melyek ezek a lábak? Hát ugye azok a cím lábak, amiket ő nem tud feldolgozni, tehát A11-től A15-ig, valamint a már említett memória request-jel,
mert hát ő ugye egy memória, valamint emellé, ugye mivel csak egy olvasható eszköz, ezért a readet kell figyelembe venni. Ami érdekes, hogy a felhasznált 2114-esnek az adatlap és nagyon hasonló diagramot fog tartalmazni, mindjárt mellé is rakom, hogy lássátok. Ha az olvasást nézzük, akkor szinte teljesen megegyezik, itt ugye csak egy darab chip select van, tehát itt nincsen olyan, hogy el tudjuk vinni standby-ba vagy bármi ilyesmi, tehát mi történik? Megérkezik a cím, ahogy az EEPROM-nál, szépen a chip selectet lehúzzuk nullába, ugye aktív nulla, ez lesz a read, és majd egy ilyen nagyjából 120-150 nanoszekundum elteltével megjelenik a kimeneten az az adat, amit lekértünk a memóriából. Eddig ugye nem látható, hogy ez egy szinkron hálózat lenne, de majd a CPU görbén látni fogjátok, hogy miért az. Illetve nézzük még meg a memóriának a write, tehát az írási idődiagramját, ahol majd mindjárt láthatóvá válik, hogy mit jelent az, hogy egy adott élre történik az írás. Ugyanúgy megjelenik egy valid cím, majd ezután lemegy a chip select nullába, tehát kiválasztjuk a chipet, de vele párhuzamosan lehúzzuk az write enable-t, a write enable is ugye negált, tehát az is nullára aktív, és amikor azt lehúztuk nullába, az azt fogja eredményezni, hogy a memória IC az nem kifelé fog dolgozni a buszra, tehát nem a CPU irányába fog menni az adat, tehát ott fog figyelni a buszon, és várja, hogy megkapja ezt az adatot, amit el kell tárolnia. Mikor történik meg ez a tárolás? Akkor történik meg, amikor a write enable fölmegy nullából egyre. Persze ez is tartozik egy időzítés, ameddig még a másik eszköznek, tehát a CPU-nak a buszon, az adatbuszon ott kell tartani a valós információt, tehát az adatot, amit be akarunk írni a memóriába, de gyakorlatilag ez már mutatja, hogy itt van egy felfutó élünk, amire aktív lesz a memória. Most nézzük meg a Z80 szemszögéből, hogy hogy néz ki egy olvasás, illetve egy írás. Ugye a Z80 több lábon vezérli a külső áramköröket, és ő már az órajelhez van kötve. Legfölül láthatjátok az órajelet, tehát a klokkot, és lehet látni, hogy a föl és lefutó élekre történik a szinkronizáció. Ugye egy teljes órajel az a két felfutó él közötti rész, viszont egy írási vagy olvasási ciklus az több órajelből tevődik össze, hogy itt most 3 órajelet láthatunk. Tehát lássuk az olvasást. Az történik, hogy elkezdődik a ciklus, a felfutó órajel után a ciklus kezdetén megjelenik a cím, ezt követően a következő lefutt élnél megjelenik az, hogy memória requestünk van, illetve olvasni szeretnénk, tehát mind a kettő lemegy nullába. Innentől arra várunk, hogy a megszólított memória, illetve a címlogika, az ugye elvégezze a dolgát, és megjelenjen az adat. Igazándiból, amit itt ugye innek jelöl, ez már jóval hamarabb is megjelenhet. Nekünk az a lényeg, hogy a T3-ban a lefutó élre, amikor a memória request és a read is fölmegy nullából egybe, abban a pillanatban ott legyen a buszon az adat. Ez ugye azt jelenti, hogy ahhoz a lefutójéhez szinkronizálva a CPU a saját belső regiszterébe eltárolja az adatot, ami a memória felül érkezik. T3 végén lévő felfutójére pedig kezdődhet a következő ciklus. A wait-et ugye megemlítettem, a wait T2-nél mehetett volna nullába, abban esetben, ha ez nullába lett volna, akkor plusz egy ciklus a T3 és a T2 közé oda szépen beszúródott volna, és vártunk volna még egyet. Amikor a DDR5-nél, a DDR4-nél, vagy bármilyen memóriánál itt beszélgettünk arról, hogy cas, ras, egyéb késleltetés, akkor ugye arról beszélünk, hogy hány darab órajellel kell késleltetni itt a következő egy-egy ilyen folyamat során. Jó, most lépjünk tovább akkor a memória írásra. Ugyanígy látható, hogy szinkronizált az egész. Az írásnál a T1-nél ugyanúgy megjelenik a cím. T1 lefutó élén lemegy a memória request aktívba. Ugye a read az nem fog sohasem lemenni, mert írásról van szó. Majd ezt követően valahol megjelenik egy kicsivel később az adat a CPU felől, a memória felé, a buszon. A második órajelnél lemegy a write nullába. Itt még nem történik meg az írás a memóriába, hanem ugye igazándiból az írás az majd a T3 lefutó élénél fog megtörténni, akkor, amikor a write aktív nullából visszakerül egybe. Csak úgy emlékeztető, ugye ez volt az a pont itt a memóriánál az írási ciklusban. Az is látszik, hogy a processzor még az adatkimenetet még legalább egy fél óra jelig ott tartja a buszon, tehát a memóriának van egy kis ideje arra, hogy ő ott mintát vegyen, és ezt eltárolja. Remélem, hogy sikerült megmutatnom, hogy ez ugye egy szinkron hálózat, de hol van itt az aszinkron rész? Mert ugye az is van a nebulóban,
az a rész lesz, ami a memory requestből, a readből és a write-ból előállítja a ROM-nak, illetve a RAM-nak a vezérlőjeleit. De nézzük meg, hogy ez hogy néz ki a Nebulónál. Ha megnézzük a kapcsolási rajzot, akkor jól látható, hogy ez a 74-es 188-as, tehát ez egy gyors, sotkis TTL-IC, ez felel a chipek kiválasztásáért. Tehát ez állítja elő a chipszelek jelet. Ugye ismétlődni fog a memória térkép, mert az A13 és 14 állapotát nem ismeri ez az áramkör. Ugye az A0-ba, az IC A0-as lábába van bekötve a memória request. Ez itt nem annyira jól olvasható, de ugye ez azt eredményezi, hogy ha a memória request láb az 1-es, akkor ebben az esetben egyik IC sem lesz megcímezve. Ugye azokat a lábokat nem kötötték be, amik a memory request magas állapota esetén lennének aktívak. Ugyanígy csaltak egy picikét, azt csinálták, hogy a read és a write jelet szépen összevagyolják, és csak abban az esetben lesz aktív a kimenet, tehát az enable csak akkor lesz nulla, ha vagy a read, vagy a write lemegy nullába. Ezzel a write esetén nem egészen azt valósítják meg, ami a diagramban volt, de ettől ez még működni fog. Ezekkel a csalásokkal ez a címáramkör így finoman fogalmaz is nagyon egyszerű lett, de ha valami bonyolultabbat nézünk meg, akkor ott elég szép aszinkron hálózatot lehet találni, amiben mindenféle kapuk vannak, ami így elsőre eszembe jut, az a TRS-80, annak elég szép ez az áramkör részlete, most ugye meg is mutatom nektek. És hogy még szebb legyen, itt még ráadásul dinamikus memóriát használtak, tehát itt a címbusz az multiplexelt, külön kell beadni a sor és az oszlop címeket, tehát hogy láthatjátok, itt azért elég el van bonyolítva. Mégsem okoz problémát a késletetés, tehát még ha lenne is hazárd jelenség, egész egyszerűen nem érdekes, mert órajelre, tehát élekhez van igazítva az, hogy mikor történik a memóriából olvasás, mikor történik a memóriából írás. Ott elég nagy puffer idők vannak ahhoz, hogy be tudjon állni a kimenete az adott IC-nek. Most, hogy beszéltem arról, hogy a CPU hogyan működik együtt a ROM-mal és a RAM-mal, már nem fogok beszélni arról, hogy működik együtt egy periféria IC-vel, de gyakorlatilag ugyanez a logika mögötte. Kikerül az adatbuszra a cím, ebből kiválasztódik az IC, hogyha annak mondjuk csak 2 vagy 3 címlába van, abban esetben a többi címbitből előállítjuk a chipselectet, esetleg azt a jelet, hogy most írás vagy olvasás történik, és az eltérés csak annyi, hogy nem memória, hanem IO requestként jelenik meg, tehát az a láb lesz nullában aktív. Összefoglalva az eddig elhangzottakat, az E80 a 16 bites címbuszán 64 kB-ot tud megcímezni, van egy 8 bites, tehát 1 bájtos adatbusza, erre kerülnek rá illesztésre a memória IC-k, most teljesen mindegy, hogy ROM-ról vagy RAM-ról beszélünk, ezek szépen egymás után helyezkednek el egy memória térképen, hogy ezek közül éppen melyik aktív, melyik dolgozik a buszra mondjuk, ad információt a CPU felé, azt egy vezérlő lábbal, tehát például a chipszelek lábbal lehet kiválasztani. Értelemszerűen egy EEPROM-ot csak olvasni tudunk, a RAM egy picikét fifikásabb, azt lehet írni is, tehát ezért ennek van plusz egy write lába. A működésnél a karmester a CPU, ami az órajelhez igazítva dolgozik, annak a fel- és lefutó éleihez igazítva változtatja a vezérlőjeleit. Ezek a vezérlőjelek jellemzően az írás, olvasás, valamint az, hogy memóriából, vagy pedig valamilyen perifériáról történik ez az írás és olvasás. Ha valami lassabb eszközünk lenne, akkor lehet késleltetni a processzort, a wait lábbal lehet megoldani, és amikor wait state-ről beszélünk, akkor annyi történik, hogy ezt lent tartjuk egy adott ideig aktív nullában. Persze a gyakorlatban ezt a végtelenség nem lehet megtenni, de nagyjából ez a lényeg. Remélem érthetőnek találtátok ezt a második részt is. A következő részben egy picikét design filozófiáról szeretnék mesélni nektek. Ez arról fog szólni, hogy egy-egy adott számítógépnek milyen limitációi voltak, miért döntöttek így a fejlesztők, mai szemmel én ezt hogy látom, hogy lehetett volna talán egy picikét másképp csinálni, illetve hogy egy döntést mégis mi vezérelhetett. Tartsatok legközelebb is velem, sziasztok!